Sziasztok! Jó reggelt! Balázsnak a kerekét fogjuk most megcsinálni. Pontosabban annyit fogok vele csinálni, hogy kiszedem a kereket a helyéről, leszedem róla a sort, leszedem róla a tárcsát, leszedem a külsőt, és magát a felnit kerekesztül fölpakolom a táskára, és elviszem Mátyásnak. Azért Mátyásnak, mert neki van minden eszköze, plusz van neki két agya, és vállalta, hogy megcsinálja. Úgyhogy közösen összerakjuk, én is csinálok valamit, meg ő is. És akkor itt lesz két jó kis kereke a Balázs barátomnak. Bocsánat, csak most tudtam kávét. A DT Swiss 466D 29-er kerék felniket, tehát a felniket fogjuk felhasználni, ott van a másik. Vacak Shimano-val van beépítve, azért is, ha akarjuk átépíteni, mert két ipari csapágyas lesz. Igazából elő egy Novatek, hátul egy Batewind-i ipari csapágy, most egy kicsit ilyen szempontból különbözni fog, de sokkal jobb lesz, mint volt. Nem egy nagy dolog igazából. Ugye én úgy szoktam csinálni, hogy én fejjel lefele fordítom, ha nincs állvány, és most ezt fogom tenni. Nem nagyon van, mint hogy halljátok, nagyon kotyog a hátsó kereke amúgy is. Már ideje szétszedni. Hiába csináltunk bármit, sajnos már ez megadta magát. Ráadásul Shimano, úgyhogy igazából túl sok értelme nincsen. Ha egyszer belágta magát, akkor az így is marad. Keszkünk nincsen, úgyhogy azt majd venni kell. Annélkül fogja szétszedni. Ugye először ki kell venni a kereket. Ez megvan. Ott éve a kordringát. Én torszkulcsal ellátott csavarbehajtót használok. Ja igen. Hogy könnyebb legyen, ilyenkor érdemes kivenni a gyors zárat. Ezt félre rakom. Nincs szükség. Először csak megmozdítom. Nem, ez nem fogja. Így elvileg már le is jön egybe. És nem szórod szét a csavarokat, látod? Ilyen egyszerű. Erre vigyázni kell, mert ezt fogja használni továbbiakban is. Most ezt ide félre rakom. Majd letakarítom, nem tudom. Akkor most jön a másik fele. Le kell szednünk a kazettát. Mivel nem akarjuk, hogy baj legyen a kerékkel, a fékkel meg még inkább nem, ezért ezt a kis vackot ide be kell helyezni. Ha befér, elvileg be kéne neki, csak most ezt nem akarja. Úgyhogy ilyenkor picit rá kell feszíteni, nem baj, ha picit érzékenyebbnek érinti. Így. Ez legyen ott, hogy ne jöjjön ki a henger, ha valaki véletlenül ráhúz. Én nem veszem le addig a külsőt, míg nem vettem le a koszorút, mert a külső segít abban, hogy ne csúszson ki a kerék a kezemből. Ugye a szokásos szerszámokat láttatok nálam, az kell hozzá, kettő darab. Kell hozzá kazetta leszedő, fügykösös, mert ez gyorszáros, tehát ilyen. Kell egy 24-es villáskulcs, és egy láncos kulcs. Van, aki csak simán egy kulcsot használ, mert vannak olyanok is, hogy könnyebb, csak így egy fogóval megfogod és kinyitod. Nekem olyan nincs. Aztán mindjárt mutatom. Csak azt nem megmutatni, ugye, hogy ezt a kis szerszámot, ezt ide be kell rakni, úgyhogy ebbe a kis reteszelésbe belemenjen, és akkor látjátok, tudjál mozgatni. Azután kulcsra még nincs szükség, fölhelyezzük a láncos kulcsot, úgyhogy jó masszívan tartson, majd a villást. Kulcsot is. Na nem látjátok, itt nem marad ez a szög, innen fogjátok látni. Így. Én így szoktam csinálni, én nem szoktam lefele nyomni, mint mások, hanem én így fogom meg, hogy a két kulcs egymással ízben legyen, nem tudom, látjátok jól. És én összenyomok. És kinyílt. Ennyi.
kicsavarozzuk az anyát, és egybe le lehet húzni a koszorút. És ez nem fogas koszorú, hanem lánckerék sor, úgyhogy rosszul mondtam. Külön papírra ráhelyeztem, hogy ne koszoljam vissza a tárcsát, és most kell engedni a külsőt, meg a belsőt nyilván. Ez Presta szelepes. Tehát ezt ugye úgy kell engedni annak, aki nem ismeri, hogy leveszitek a kupakot, ezt a kis sárgát ezt ki kell csavarni, mindjárt a pontja, ez a külső. Lehet lassan, de jön még levegő belőle. Kicsit rásegítek nyomással. És lent is van, már csak le kell szedni a külső. Ilyenkor le kell feszíteni a peremről, mindkét oldalon. Mert ugye be van pattanva a lakeserben. Főleg ha tyúb lesz, de ez nem az. Viszont lehet belőle azt is csinálni. És egy gumileszedő segítségével szoktam levenni. Ehhez kell, mert ez elég masszív külső. Bár nagyon ritkán, de sikerül ellentét oldalról, mint a szelep, kézzel leszedni. Mindig attól függ, hogy mennyire masszív a külső. Ez most eléggé, úgyhogy hozok egy leszedőt. És a dekatlonos leszedőt használom, mert ez nagyon jó. Ezt nagyon szeretem. Eddig ebben mindent be tudtam szedni. És mindig a szelepel átelenesen kezdem. Ha ezen az oldal túlfeszít, akkor megyek a túloldalra. Egyszer csak lejön. De még lehet, hogy van benne levegő egy kicsit. Igen, még van. Legtöbben két ilyen szertámot szoktak egyszerre használni. Én nem mindig, csak akkor nagyon-nagyon muszáj, mert általában azért lejön egyel is. Ilyenkor szoktam megütni a kezem. De nem, ez lejön. Látjátok, vele is van. Körbe szépen. És nem szórakozunk, nem szedjük ki a belsőt, semmit nem csinálunk, mivel a külsőt azt úgyis egybe kell elennünk. Túloldalon is beakasztom ellentétes oldalról. Picit rámelek. Átemlem a peremen, ha épp sikerül, megvan. Áttolom a szerkezetet így. Mindenki kezelve a kézzel lejön írni. Ment is van. Kézzel lejött, nem tudom, látható a napfénytől. Elviszem Matyihoz. A bonsékerben fogunk találkozni. Megnézi, lemérjük, megveszük a cuccot és összerakjuk. Ennyi. Szerencsére baj egyik felének sincsen, így kívülről nézve nincs felrepedve, nincsen megtépve. Úgyhogy könnyű dolgunk lesz. Még egy apróságot elfelejtettem mondani, hogy én úgy küszöbölöm ki, hogy tudjam közlekedni addig a kerékpárt, legalább gurítani, hogy beteszek egy ilyen gagyi, menetes 1.35-es szélességű kereket, ami nálam van, hogy addig is tudjam gurítani a gépet. Viccesen néz így ki, nem? És most indulok a... Na, hova megyek? A bonsékerbe. Elindítjuk a programot. Elindultam. Arra bemegyek.
Na, kész lett a cucc, Matyi megvarázsolta, itt van a hátamon. Viszem haza, összerakom a két kereket Balázsnak, és akkor működik. Csak még előtte van itt egy kis dolgom. Nálam a két Balázskerék, és végre megyek haza Banyára. Már vettem, voltam Aldiban vásárolni, hogy egyek, mert majd kipusztult a gyomrom. Most meg elindulok Kőbányára haza. Összerakom a Balázs bringáját gyorsan. Aztán nosza tovább. Jól alakultak a dolgok. Elment a nap fele, de nem baj. Ez van. Jobb, mint még egyszer nekilódulni és körbe a városnak. Most el kellett volna mennem a ogrebájkba külön, hogy ez kész van. Annál jobb most. És akkor így legközelebb már csak meg kell húzni újra a küllőket. Azt még nem mondtam el, hogy cseréltem elő a fékbetétet. Így most már jobban fékezek, mint eddig. De jó kis fékerek van, de sajnos gyantás, úgyhogy ilyen nyikorgó a hangja, sajna bajna. Na, visszaértem, meglettek a kerekek, mindjárt megmutatom, de először fejre fordítom a csodát, ahogy az előbb. Itt van a hátsó, ez egy Rock Rider kerékagyból van, ez lett a választás, Badonati DT küllők, feketék, fekete niplivel, és a Balázsnak a régi felniei. Azért használtuk föl, mert nem akartuk mindent újat venni, egyrészt. Másrészt így, hogy is mondjam, megmentjük a jövőnek. Ezt még szalagozni kell és összerakni. Ennyi, nincs rajta szalag jelenleg. És itt van az első kerék, ami nagyon könnyű, Novatec 11SB-vel lesz szerelve. 71SB-vel. Ezzel, és ez jó kis könnyű lett. Mind a kettő ipari csapágy, mint már mondtam. Jó puha, és könnyű. És ez is ugyanaz a küllő, ugyanúgy fekete lipli, és ugyanaz a felni. Méghozzá DT's Riss 466D. Ugye le kell szedni az első kereket is, és ilyen lesz az első kereket szeremre. Ez egy tublet külső, de nem annak van használva, belsővel van használva sajnos. De hát ez van, a másik az nem az. Volt neki egy ugyanilyen, de sajnos tönkre ment. Pedig egy nagyon jó kis külsőnek tartom. De hát bőven elhasználta ezek szerint. Akkor megint csak ugye átelenes oldalon veszedjük a külsőt. Ezt most lehet kézzel. Tehát látjátok, bele tudtam akasztani a kezemet könnyen. Ugye most nem kell gumileszedő, egyszerűen csak annyit csinálom, amit lelegyen, meg is van. Ugyan ezt a túloldalát, és ez kész van, leszettem a külsőt, akkor ezt most ellenőrzöm, a benne lévő szalagot föl tudom használni a DT-hez, úgyhogy ezt kiszedem, mert ezt én raktam bele, ez egy új szalag, nincsen 3 hónapos, elvileg. Ez az én régi kereket, ezt én kölcsön adtam neki. Na, és akkor az első kereket hozom. Ez már meg lett tisztítva. Megkeressem a... Itt van... szelepet. Ezen a szelepjukat. Mind a kettő. Valami darázs nagyon akar engem. Itt van. Na, becsapódott az ajtó. Ügyes vagyok. Így. Ráteszem a szelepre. Mármint a szelepjukra a szelepjukat. És szépen fölhelyezem, és pont tökéletes ebbe.
19-es fellibe, a 20-as szalagpont, tökéletes, mert faltól falig ér. És az fontos. Aztán belefeszítjük. És jól csináltam. Aha, szeletnél már tejük. Ez a fontos, hogy itt jó helye legyen. Aztán... Ugye... Az előző... Hoppá! Jó, igen, neki védelem van benne. Ezt említette is, csak én nem emlékeztem rá. Ez jó az a védelem. Csak akkor újra kell csinálni az egész rendszer. Ezt föl kell helyezni a külsőt, aztán megy a védelembe. Ami egy jó dolog. Erre forog, erre figyelni kell annyira a guminál, hogy erre kell forognia. Vagyis így fog forogni. Így megy előre. Úgy kell felrakni. Tehát így. Jól emlékszem. Fejjel lefele mindig másképp csinálom, mint kellene. Nem? Mert itt a bal oldal. Vagyis így fog forogni. Jó, most a jó. Aztán megkeresem a Vittória feliratot. Ott a Vittória. Szelephez igazítom nagyjából a közepét a goma feliratnak. Csak hogy jól mutasson a BT. És ez. És felhelyezem a külsőt. Így, fönt is van. Akkor... Ezek után bele kell fektetni a szalagot, amivel védi a gumit. Így. Ez egy szilikon szalag, ami nem engedi át a tüskéket. Ilyet lehet kapni elvileg a kerékpárborgon. Még olyan is van, ami ragasztható belőle. Ez mondjuk pont nem az. Ami nem is baj, mert így könnyebb javítani, ha bármi van. Ez az. Ezt leszni. Aztán a belsőbe teszek levegőt, hogy be tudjam rakni a helyére. A fújott levegőt. Nem kell sok, hogy tudjuk rendesen elfektetni, mert túl sokat rakunk bele, akkor nagyobb lesz, mint a külső, és az nem jó. Majd ugyanúgy, ahogy a szelepnél, ugyanígy most is a szelepnél kell behelyezni. Ide. Érdemes megfogni a szalagot, hogy ne csavarodjon el. Mármint a védőszalag. És akkor behelyeztétek, akkor meg kell húzni. Hogy ne engedjen ki tovább a levegőt. Majd két ujjal, mindkét kezemnél, két-három ujjal alányulva meg kell fogni a szalagot, hogy ne gyűrjük be a felnit és a külső közé. És figyelni kell arra, hogy végigvezessük a védőszalagot a belső felületén. Ne mellette legyen, ne alatta, hanem felette. Ez nagyon fontos, hogy felette legyen. Így. És akkor, itt most más a helyzet, itt a szelepnél kell berakni először, mert ott van szép nyílva a szalag. Így már tart, és mehetünk körbe. Az már tanult módon. Ilyen szempontból ez a mai egy rendhagyó vlog, és egy rendhagyó, ahogy én tudom, epizód, mert ugyebár ez a Balázsnak készül, és nem egy adott eszközről, hanem egy teljes átszerelésről láttok videót. Keréknél. Ugye már tanultuk, hogy kézzel hogyan kell ezt nyomni, már mutattam nektek, hogy körbe kell menni a perem mentén, és előbb-utóbb bepattan, mint ahogy most ebbe is pattan, háromszor kell hozzá nyúlni. Jöhet a pumpa, és azt a tanácsot kaptam Mátyástól, hogy ő szerint ezt most lassan fújjam föl, hogy ne legyen gond, bár szerintem nem lesz semmi gond. Még egy apróság, ilyenkor már érdemes rárakni a szorítógyűrűt, vagy anyát, vagy kinek mi tetszik. Nem elhagyni, mint én.
Nem kell teljesen meghúzni, mert majd megadja magát, kiadja magát, hogy hová kell tenni. Egyszerűen csak legyen rajta. Így nem tudjátok beljebb nyomni, ha eléggé feltekertetek, nem tudjátok beljebb nyomni annyival a gumit. Könnyebb lesz fölfúrni. Ez egy tube lesz külső, úgyhogy ez pattanni fog, amikor befújom. Elvileg rendesen a helyére pattan, akkor hallatni fogja a hangját. Ott még nincs bent, de még kell egy kis segítség neki, meg nyomás. Most van 3 bárunk. De már majdnem kipattant. Na kijött, de nem kattogott, mert jött. Itt még viszont nem jött ki. Úgyhogy itt is kell még neki egy kis löket. Na majdnem alakul. Egészen kicsi van. És jön. És puty, mindjárt teljesen kísért. Időt kell neki hagyni, hogy kijöjjön. Valaki beszokta szappanozni a külsőt. Én a hülyeségekkel nem foglalkozom. Ellenőrzöm a külsőt, aztán kiveszem a vacakot. És ez nem része a szerelésnek. Ő vacak. Na ezt leszettem, mint ahogy láttad, és most visszarakom a új kerékre, fontosabban átrakom az új kerékre. Annyit elmondanék, hogy keresztbe kell csavarozni, ez nagyon fontos. Bármit csináltok, a keresztcsavarozás elvét azt tartani kell. Bármikor is cseréltek végtárcsát, ha imbuszos a tárcsa, csavarja, akkor cseréljétek át Torx-ra. Sokkal jobb nyomaték, tűrő a nút, mint a sima imbusz. Most jön a másikból az első zár. Ugye, mindig a fék oldalra jön a zár maga. És az ellentét oldalra kerül az anya. És vissza a kerékbe. Reméljük, minden tökéletes lesz. Most derül ki, mivel ez állványba volt fűzve, hogy mennyire lett jó a kerék. Hát van a gumiban egy kis 8-as, de a fék az tökéletesen a helyén van. Abban nem lesz bajunk. Azért finom hangolni kell, mert az előző tárcsa, előző kerék nem volt annyira egyenes, ahogy elnézem. Nem pont szögben volt. Csak annyira kell meghúzni, amivel gyorszár, hogy egy kézzel ki lehessen nyitni. Nem kell ezt túlzásba húzni. Sokan túlzásba szokták húzni, de nem kell. Így jó. És mindig fölőre. Tehát a bűvával egy párhuzamosan próbáljuk meg. Lehetőleg. Na ez megvan. Szorítja még, úgyhogy be kell állítani majd, de majd az talpon. Akkor most jön a hátsó kerék. Aztán ez egy kicsit bonyolultabb helyzet, mert ugye nem csak a gumit tesszük föl, meg a tárcsát, hanem a koszorot is fel kell majd rakni. Divat a külső, ebben nincs védelem sajnos. Ehhez ő nem kapott, vagy nem vett. Itt is ugyanaz a szituáció, hogy merre forog, azt kell nézni. És ugye a jobb oldalon van a hajtómű, úgyhogy a jobb oldalt tesszük alapul. Igen, így erre kell forogni, akkor így is kell felrakni. És ugyanúgy a felirathoz igazítom a szelepet. Nagyjából a közepére. Itt is nagyjából a közepére lesz. Azaz. Sikerült. És akkor ismételten az van, mint az előbb, hogy teszünk a belsőbe levegőt, vagy teszek a belsőbe levegőt. Bocsánat a királyi többesért.
Nem sokat, ez kb. Egy negyed bár. Bár ezt nem lehet lemérni, úgyhogy nincs ellenoldal. Majd megkeresem a szelep lyukat. Ugye átküldöm rajta a belsőt. Érdemes bezárni. Átemelem a külsőt, itt most nem kell macerázkodni, mert nincs benne védelem, csak bele kell rakni. Kész is, megint megfogom a szeletnél, ott tartja. Ráteszem a zárógyűrűt, vagy rögzítőgyűrűt, kinek mi tetszik. Lefogom a külsőt, és egyik oldalt félig, majd másik oldalt félig is bepattintom a peremet. Aztán elengedem, és ha már tanult módon, ugye, nem, onnan nem fogjátok látni, tehát ha már tanult módon, két oldalról hosszan benyomva, összenyomva, addig viszem, amit belem pattam. Igazítom közben a belsőt, ne csípjen be, megint megyek egy kört innen, ráhajtom, megyek egy fél kört innen, ráhajtom, megint innen, és bent is van. Kicsit egyengetem, biztosan ne legyen becsípve, és elkezdem felfújni. És amire figyelni kell, mint mondtam, fújáskor ez a vezércsík jöjjön ki. Látjátok ott a képen? Itt van ez a vékony kis csíkocska. Az. Itt még bent van, itt kint van, itt bent van, bent van, bent van, egészen ideig, itt már kint van. Ezt kell figyelni, hogy kijöjjön. És egyre jobban, hogy nő a nyomás, úgy feszik, hogy kijebb a külsőt. Belső, úgy fog szépen bepattanni. Nem kell kapkodni. Főleg a bűkeréknél figyelni kell, hogy lehet, hogy ne tépjünk meg se a külsőt, se magunkat. Szépen jön ki, lehet látni a csíkot, hogy ugrik föl, látjátok? Itt már egy csomó idő kijött, itt a irány kijött. Most tartunk két bárnál. Ott van. És most ellenőrizni kell, hogy mindenhol kijött-e. Nem teljesen egyenletes, de kint van. Kijött, jól van. Akkor már csak keményre kell fújni. Most három báron van. Három és fél bár, azért érdemes fújni. Most jön az a rész, hogy föltesszük a koszorút. Ez ugye kétszer számra van szükségem. A fogaskerék sor leszedőre. És ugyanarra a 24-es kulcsra, amire reggel. Másra nem. Ide most nem kell a láncos kulcs. Azután szükségem van magára a koszorúra, ami nem valami tiszta. Jó, mondjuk azt nem ígértem, hogy letakarítom, mert most csak átszerelem. De azért letörölgettem, hogy ne legyen annyira nagyon koszos. Főleg ne az alján. És akkor a fontos, ezt már többször elmondtam, meg kell keresni a széles részt. Ezt. És ugyanezt meg kell keresni a kazettán is, és úgy kell fölhelyezni, hogy egy helyre kerüljenek. Ez nagyon-nagyon fontos. És ha már a kezemben van, ezt is megtörlöm. Tisztítást nem vállaltam. Majd csak összeszerelést. De azért, ha már a kezemben van, megcsinálom. Puty. Majd azt kisebbik. Ugyanúgy megkeresem ezen is. Itt van. És végül a záróanya. De azt nem teszem rá, hanem majd a kupakkal, a szerszámmal együtt. Puty-puty. Másik oldal. Ugye, mint már beszéltük, ide jön a féktárcsa. Szintén óvatosan, mint egy előbb. Thank you.
És 6-szor. Ennek a nútja kezd tönkre menni, ezt majd cserélnem kell. Még kívánok itt szerencsére. Ez megvan. Akkor megy bele a tengely. Amit ez esetben a gyorszár. Megint csak a kazetta oldalra, túloldalra az anya. Összecsavar. És betesszük szépen a helyére. Bent is van. Rögzít. Most jó lesz. Ez megvan. És most megnézzük, hogy működnek-e a fékek. Ilyenkor még ellenőrizni kell a kereket. Mert ki kell nyitni a gyors szárat. Föl kell emelni, és földköz kell csapni, biztosan a helyén van a kerék, és újra rögzíteni. Mert talpon kell igazán jól rögzíteni a kereket, akkor tudjuk meg pontosan középre tenni. És ebből látszik, hogyha éppen nem jó helyen van mondjuk a fék. Mint ez esetben, kicsit fogja a bal oldalt. Nekem jobb oldalt, bocsánat. Úgyhogy ezt meg kell csináljam. Ha azzal meg vagyok, akkor jöhet az első kerék. Már nem tudom mennyire látszik, de azzal van a baj, hogy a belső oldal fogja a tárcsát, míg a külső rész szabadon van, és elvileg csak mind a két oldalon, tehát párhuzamosan van egy kicsit beljebb. Azt jelenti, hogy az eredeti kerék nem volt jól megcsinálva. Ez a kerék viszont tökéletes, úgyhogy itt egy kicsit állítgatni kell a féknyergen, ha ez megvan, akkor működni fog. Ezt mi megcsinálom, meg átnézem nagyjából a bringát, és aztán Balázs már viheti is. A kis szélségét vadonatúj külsők, kerekekkel, neki vadonatúj, tökéletes kitögez. Sokkal jobban lesz használható ipari csapágyas kerekekkel. Köszi srácok, hogy megnéztétek, találkozunk legközelebb. Örülök, hogy találkoztunk. Gyertek máskor is, iratkozzatok fel, ugye tudjátok erre figyelmeztessétek a testvéreiteket is. Bye.